240 milliós beruházás, befejeződött a Csaba Park legutóbbi fejlesztési projektje. Ajándékreggeli és példamutató óvodások Békés Csabán több helyszínen rendezték meg az autómentes napot. A főbb nemzetközi versenyek elmaradtak, Mityko Veronika továbbra is készül, hiszen az olimpiai kvalifikáció a célja. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. 740 millió forint vissza nem térítendő támogatásból befejeződött a Csaba Park és környezetének fejlesztése. A kivitelező a beruházás részeként többek között futópályát és játszóteret alakított ki, illetve teljesen megújult a tó környezete is. A beruházás zöldváros kialakítása címmel a terület és településfejlesztési operatív programban jött létre. A pályázatban folytatódott a Csaba Park fejlesztése, illetve megújult a létesítményeket körülvevő zöld környezet. A beruházás részleteit a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője dr. Sódor Anita ismertette. A projekt egyik fontos része volt a 2750 méter hosszú gumiburkolású rekordtán futópályának a kialakítása. Fontos megjegyezni, hogy a rekordtán futópálya miatt fák nem kerültek kivágásra, hanem az erdő nyiladékait követtük a futópálya nyomvonalának a kialakításakor, csak és kizárólag az elhalt beteg fák kerültek eltávolításra. A parkot üzemeltető Békés Csaba vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója kiemelte, a létesítmény 2014. szeptemberében nyílt meg, amikor a tó környezete még gazos volt, ez most teljesen megújult. Kozma János hangsúlyozta, a helyiek már ismerik és használják a Csaba Parkot. Nyáron például volt olyan nap, amikor egyszerre két esküvőt tartottak. Sajnos még ezek nem azok az elemek, amelyekből meg tud majd élni a Csaba Park, hiszen azok most vannak folyamatban, nem sokára indul ezeknek is a beruházása, ahol olyan elemek épülnek, amikért már szolgáltatási díjat is kérhet az üzemeltető. A város alpolgármestere kiemelte, a megyeszékhely az elődöttnek köszönheti a területet, hiszen az erdőt és a növényzetet mintegy 40 éve ültették. Hanó Miklós hozzátette, a fejlesztés célja az volt, hogy megújítsák a környezetet, és egyben segítsék a település fenntartható fejlődési pályára állítását. Ezek a fejlesztések motiválják továbbiakba az embereket arra, hogy is szívesebben jöjjenek ki. Tehát a csabaiak, én elsősorban a csabaiakról beszélek, hogy ez egy pihenőpark lehet, de egyben ugye nagy rendezvények parkja is, hisz a Kolbász Eszi már itt került volna megrendezésre, a kialakított téren, meg a többi helyen, de a koronavírus közbeszólt, de remélhetőleg majd ez azért helyre rázódik, és ugye a turizmus szeretnénk itt nagyon idehozni. A park fejlesztése jelenleg is zajlik a Modern Városok programban. Ha tartják az ütemtervet, akkor jövőre befejeződhetnek a beruházások. A városvezetésnek az a célja, hogy a Csaba Parkot ne csak a helyiek, hanem az ideérkező turisták is kihasználják. A Központi Statisztikai Hivatal 10 év után ismét mezőgazdasági összeírást végez országszerte. A hivatal munkatársai szeptember 19-e és november 22-e között mérik fel a hazai mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat. Bár a koronavírus más gazdasági ágazatokkal szemben nem érintette annyira a mezőgazdaságot, de az idei mutatókat több negatív körülmény is befolyásolta, így például a tavaszi fagyok, az aszályos időszak vagy a belvíz. A Központi Statisztikai Hivatal 10 évente hajt végre mezőgazdasági összeírást. A 2020-as a hivatal történetének 8. teljes körű összeírása lesz. A mostani összeírásunkban a szokásos kérdések, tehát hogy mennyi állatot tartanak a gazdák, mekkora földterületet használnak, emellett még olyan kérdésekre is keresik a választ, hogy hány évesek a gazdák például, amely nagyon fontos egy ilyen szerkezeti összeírás során, milyen az ő mezőgazdasági végzettségük, és pont a munkaerővel kapcsolatosan, a generációváltással kapcsolatosan is teszünk föl kérdéseket. A mezőgazdaság nem csak a hazai, de az európai ágazatok között is kiemelten fontos. Az agrárium Magyarország GDP-ének 4,1%-át, míg a hazai foglalkoztatás 4,8%-át teszi ki, hangsúlyozta Tóth Péter. A hivatal munkatársai összesen 3155 településen, mintegy 680 ezer címet keresnek fel a napokban. Míg 10 évvel ezelőtt 13 ezer összeíró dolgozott, ma az online kitöltési lehetőség révén mindössze 4000-en látogatnak el a megadott címekre.
A gazdaságok lehetnek egyrészt állattartók, másrészt lehetnek növénytermesztő gazdaságok, illetve vegyes gazdaságok. Azt láttuk az országban, de a megyében is, hogy az állattartó gazdaságoknak az aránya az folyamatosan csökkent. A hazai agrártérkép alakulásában az újabb és újabb gazdaságtechnológiai eszközök megjelenése, illetve a szükséges végzettségek megszerzése is közrejátszik. A KSH adatai szerint Békés megyében is jellemzőbb a gyakorlati tapasztalaton alapuló gazdálkodás, míg a gazdáknak összesen 30%-a rendelkezik valamilyen alap- vagy középfokú, illetve felsőfokú végzettséggel. A környezetbarát és fenntartható városi közlekedést népszerűsítik minden évben az Európai Mobilitási Héten, amely programsorozatnak kiemelt napja szeptember 22-e az autómentes nap. Az önkormányzat kedden bringás reggelivel köszönte meg a kerékpárosoknak azt, hogy ezen a napon nem ültek autóba. A városi rendezvényekhez helyi iskolák és óvodák is csatlakoztak. A Kölcsey utcai ovisok kerékpáros felvonulással hívták fel a figyelmet a környezetbarát közlekedésre. Kellemes meglepetésben volt része azoknak a kerékpárosoknak, akiket a Korzó tér felé vitt az útjuk kedden reggel. Jó reggel, bringás reggel, itt elfogadtam. Hogyne? Jó reggel. Jó reggel. Köszönöm szépen. Több éves hagyomány Békés Csabán, hogy a helyi önkormányzat a fenntartható térségért alapítvánnyal együttműködve szervezi meg minden évben a mobilitás hetét és azon belül az autómentes napot. Jantyi Gabriella az év minden napján biciklivel közlekedik, és már többször kapott ajándékot a bringás reggeli részeként. Hát először is a környezetnek a megóvása, meg gyorsabban haladok. Úgyhogy én nagyon szeretek biciklizni, és így gyorsabban beérek a munkahelyemre. Meg nem is károsítom a környezetet. Idén 250 reggelit osztottak szét a fenntartható térség alapítvány tagjai. Idei évben egy kakaós csiga van benne, egy gyümölcslé, egy műzliszelet, azért, hogy egy kicsit az energiát tudják pótolni a bringások, és ezzel is próbáljuk motiválni őket. Bár itt Békés Csabán nem nagyon kell a kerékpárosokat motiválni, azért egy kis jelképes ajándékkal mégis jelezzük nekik, hogy autómentes nap alkalmából megköszönjük, hogy ők kerékpárral közlekednek. Egyébként általában nem csak ezen a napon, hanem egész évben. Idén a pandémia miatt egynapos lett az általában egyhetes programsorozat, de a legfontosabb elemeket megtartották, így a bringás reggelit is. Az eseményre Békés Csaba polgármestere is kerékpárral érkezett. Szarvas Péter kiemelte, fontos, hogy a helyi civil szervezetekkel együttműködve felhívják a figyelmet a környezetvédelemre és az egészséges életmódra, amelyekhez hozzájárulhat a kerékpározás is. Egy 60 ezres városban, mint Békés Csaba, ez azért illúzió, hogy gépjárművek ne közlekedjenek, hiszen munkába járnak az emberek, iskolába járnak, vásárolnak, szórakoznak az emberek. De mégis fontos üzenete van az autómentes napnak. Ez arról szól, hogy amikor csak tehetjük, akkor hagyjuk otthon az autót, vagy gyalog, vagy tömegközlekedési járművel, vagy pedig kerékpárral menjünk el az úti célunkhoz. A városi programokhoz csatlakoztak a Békés Csabai intézmények, így például a Kölcsey utcai óvoda is. A program célja az volt, hogy zöld óvodaként jó példát mutassanak a szülőknek és Békés Csaba lakosságának a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására. Rendőrmotoros biztosítással indult útnak a Kölcsey utcai óvodába járó csaknem 100 kisgyerek. Kiki a saját környezetbarát járművét használta. Kiemelt célunk a környezetvédelem, az egészséges életmóddal kapcsolatos nevelés és az ezek köré épülő egész éves programunk, hiszen rendszeresen próbálunk ennek jegyébe programokat szervezni. Ezt a mai programunkat is maga az innováció hívta életre, hiszen szerettünk volna a gyerekekkel, a szülőkkel, a kollégákkal együtt csatlakozni a városi autómentes naphoz, és mi úgy gondoltuk, hogy akkor így fogunk csatlakozni, hogy mindenki reggel a saját kis járgányával, futóbicikli, roller, kerékpárral érkezik.
Az óvoda dolgozói rollerekkel kísérték a gyerekeket. Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a biztonságos közlekedésen nevelést is a hatékony baleset megelőzés érdekében. Az új pályázati rendszer használatát mutatták be a civil szervezetek képviselőinek hétfőn délután Békéscsabán. A korábban használt EPER rendszert októbertől a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer váltja. Az Egyensúly AE Egyesület az új felületről, valamint a 2021-es Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak beadásáról tartott workshopot. Békés megyében jelenleg 2420 bejegyzett civil szervezet működik, közülük 629-en nyújtottak be pályázatot a 2020-as évi támogatásra. Ez országos szinten a legtöbbnek számít a megyék között, hangzott el a szeptember elején szervezett országos tájékoztató rendezvénysorozat Békéscsabai helyszínén. Az érvényes és nyertes pályázatok aránya 66,3% volt. Hétfőn ezen civil szervezetek képviselői számára tartottak egy workshopot a Békés megyei civil közösségi szolgáltató központban, amelyre számos településről érkeztek érdeklődők. Mi évek óta pályázunk a Fegyveres Erők és Testületek Nyugalományúja klubja, és szeretnénk jövőre is pályázni. Ahhoz meg nélkülözhetetlen, hogy ezt a rendszert ne ismerjük meg, illetve hogy magyarul berögzíteni tudjunk a rendszerbe. Az Egyensúly AE Egyesület elnöke elmondta, hogy a civil szervezetek az elmúlt években az EPER rendszerben tudták benyújtani pályázataikat. Ez azonban októbertől megváltozik, hiszen egy új felület segítségével lehet majd igénybe venni a támogatásokat. Ezek a civil szervezetek nyilván tudják, hogy az EPER nevű elektronikai rendszeren keresztül kellett eddig beadni, de ezt megváltoztatták, és egy úgynevezett NIR rendszeren, nemzetpolitikai intézménynek a rendszerén keresztül fogjuk ezentúl beadni, és most szeretnénk ezt ismertetni a kedves civil szervezetekkel, akik meghívást kaptak a mai rendezvényünkre. A szervezők bíznak abban, hogy az érdeklődők elsajátították a felület kezelését, és továbbra is akkora civil aktivitás lesz Békés megyében a pályázatok tekintetében, mint a korábbi években. Elmarad a szerdára kiírt békéscsabai Előre NKS-e, Váci NKS-e bajnoki mérkőzés a női kézilabda NB1 hatodik fordulójából, jelentette be hivatalos közleményében a Viharsarki Klub. A békéscsabai csapat és a stáb tagjai péntek délután önkéntes karanténba vonultak, mert a szerdai Ferencváros elleni mérkőzést követően két fővárosi játékos is pozitív koronavírus tesztet produkált. A Budapesten járt keret tagjai hétfőn PCR teszten vettek részt, de azok eredményei nem biztos, hogy megérkeznek szerda délig. A felek így abban állapodtak meg, hogy a találkozót egy későbbi időpontban rendezik meg. A halasztáshoz a Magyar Kézilabda Szövetség is hozzájárult. Versenyek nélkül nehéz motiválni a sportolókat, vallják a szakemberek. A koronavírus járvány miatt 2020-ban csak elvétve voltak nemzetközi szintű megmérettetések súlyemelésben. Mityko Veronika versenyszezonja gyakorlatilag véget ért, de továbbra is készül, hiszen hosszú távú céljai között szerepel az olimpiai kvalifikáció. A békéscsabai súlyemelő és szabadidő sportegyesület edzőtermében nem állt meg az élet, hiszen a versenyzők és a lelkes amatőrök is ugyanúgy készülnek, mint eddig. Mityko Veronikának idén még a junior világbajnokságon és a felnőtt Európa-bajnokságon kellett volna részt vennie, de mindkét olimpiai kvalifikációs viadal elmaradt. Hogy őszintén megmondjam, nem igazán örültem neki, mert ugye készültünk formában voltam, ez az amaz, és hát így valamilyen szinten azért a motiváció eltűnik, de ahogy az edzőm is említette, azon vagyunk, hogy ez folyton egy szinten legyen. És hát készülünk tovább, nem tudom, mikor lesz verseny, ilyen nagyobb versenyre gondolok, nemzetközire, de készülünk, edzünk, aztán majd meglátjuk. A súlyemelők edzője elmondta, a fiatal versenyzőket nehezebb motiválni a versenyek hiányában. Az edzések az iskolai órák után következnének, így néha a gyermekek szívesebben maradnának otthon. Bökfi János kiemelte, Mityko Veronikát könnyebb összeneznie a munkára, hiszen profi és hosszú távú céljai vannak. Folyamatosan a felkészülés közben mondták le a versenyeket.
De megpróbáltunk olyan helyzetet teremteni edzésen, hogy ugyanakkorra tervezett felméréseket megcsinálni, mintha meg lenne a verseny rendezve, és ezáltal egy kicsit motiváltabbá vált, megmaradt neki ez a lehetőség, de mondom, hosszú távú elképzeléseink vannak, tehát ha van verseny, ha nincs verseny, edzeni kell, mert 2024-et már reméljük, hogy nem fogják eltörölni. Mityko Veronika szeretne kijutni az olimpiára. Ha a 2021-re halasztott tokiói eseményre még nem kvalifikálja magát, akkor gőzerővel kezdi a felkészülést a 2024-es párizsi ötkarikás játékokra. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!